Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. november 30-án este 7:30-tól. Új helyükre költöztek a kórházi osztályok és szakrendelők, működik a CT. 1,5 milliárd keretösszeg, már pályázható a JETA. 6. szépirodalmi pályázat a Nebulóban, 49 pályázat érkezett. Ebben a tanévben 6. alkalommal hirdette meg a Nebuló szépirodalmi pályázatát. 15 intézményből érkezett alkotás, összesen 47 diák ragadott tollat. A legjobb írásokat olvasták fel a Városi Színházban. A Fogyatékkal Élők Nemzetközi Napja alkalmából rendezték meg a gálát. A többségi intézményekben tanuló felső tagozatosok és a középiskolások írtak történeteket. Emellett kategórián kívül is érkeztek alkotások alsósoktól vagy gyógypedagógiai intézményekben tanulóktól. Ez azt mutatja, hogy érdemes lenne szélesíteni a kiírás kereteit. A névtelenített pályázatokat kiküldjük 25 különböző helyre, az ország különböző pontjaira, és ők sorrendbe teszik az ő saját értékrendjük alapján az alkotásokat, és így alakul ki egy összpontszám a végén, és nagyon markánsan kirajzolódik évről évre, hogy melyek a kiemelkedő alkotások. Senki nem tért haza üres kézzel, nem csak az ifjú írópalántákat díjazták, hanem az őket felkészítő pedagógusokat is. A kiemelt alkotásokat be is mutatták az est folyamán. A mai esten a nagy közönség kezébe adjuk, illetve minden felolvasó, felkészítő pedagógus és természetesen minden pályázó is kap egy garnitúrát, a most már igen csak vaskos kiadványból, és meggyőződésem, hogy nagyon szép olvasnivaló az, főleg az adventi időszakra, téli estékre, és reményeink szerint az elmúlt 6 év legjobb kiadásaiból jövőre egy kemény, fedeles, igazi könyvet is bemutathatunk a közönségnek. A beképzelt Adidas, Szerencsés Szerencsétlenség, a Gárdonyi Ház, a Szőke Herceg, Anya, Olivér naplója. Ezeket az írásokat választották az idén a legjobbaknak. Nagyon örültem a meghívásnak, mert fontosnak tartom az ilyen rendezvényeket, hogy megmutassuk azt, hogy vannak jó kezdeményezések, jó gyakorlatok, amelyeket ápolnunk kell. És én egyébként örömmel fogadtam ezt a meghívást. Nagyon örültem a kezdeményezésnek is, és hallom, hogy 6. éve van már ez a rendezvény, és remélem, hogy még nagyon sokáig lesz. Sárosi Magdolna, a Bajai Tankerületi Központ igazgatójának köszöntője után az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona adott műsort. Az egykori nebulósok mosolyra fakasztották a nézőket celeburdi cirkuszukkal. Előző híreinkben már tudósítottunk november 27-éről, a Magyar Véradók napjáról. Ez alkalomból rendezett ünnepséget tegnap a Kalocsai Vöröskereszt, amelyen a város és a térség véradóinak mondtak köszönetet. Az eseménynek a Dózsa iskola díszterme adott helyet. A Magyar Véradók napját ünnepeltük november 27-én. Ez alkalomból rendezték meg tegnap a Dózsa iskola dísztermében azt az ünnepséget, amelyen köszönetet mondtak a Kalocsán és környező településein élő többszörös véradóknak. Én azt gondolom, hogy mi nem lehetünk elég hálásak ezeknek a kedves segítőknek, ezeknek a sokszoros véradóknak, akiknek most egy picit mi próbálunk visszaadni a hálából, a segítőkészségből és a köszönetből. Így november 27-én igyekszünk mi ezt beütemezni minden évben, és lelkesen készülünk ajándékokkal, műsorral, vacsorával, hogy egy picit szórakoztassuk őket, és mindenképpen a köszönetünket át tudjuk adni számukra. A rendezvény megnyitója után ünnepi beszédeket hallhattak a vendégek, majd igazán színes műsorok következtek. A Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola fuvolatanára növendékével együtt muzsikált, majd két gimnazista fiatal szavalt el egy alkalomhoz illő verset. Ezt követően táncprodukciók következtek, a társas és a hastánc művészetét mutatták be a színpadon. Majd sor került az ajándékok átadására. 70-szeres véradóként Gera Józsefet is köszöntötték a szervezők, aki már hosszú évek óta adja vérét segítő szándékkal az arra rászorulóknak. 73. alkalommal adtam vért, ezelőtt egy hónapja, és a Magyar Honvédségben kezdtem el a véradó pályafutásomat.
1995-ben, akkor azért minden véradásért járt 2 nap. Hát akkor még csak az volt a motiváció, azután, mikor leszereltem, utána több ilyen propaganda ugye a véradással foglalkozott, és azóta én folyamatosan minden évben, amikor érzem, hogy megfázás kerülget, akkor kihagyom, de amúgy jónak tartom ezt a véradást, azért is, mert egy kontroll az ember egészségével kapcsolatban, hogyha van bármi problémám, jelzik a vérnyomásom, a véremmel jelzik rögtön, hogy mi a teendőm, hogyha van. De az ember társaim való segítés az egyik fő cél. Ugye én keresztény emberként tartom ezt fontosnak, hogy szeretettel a másikon segíteni. Az eseményen 20-szorostól egészen 90-szeres véradókig is köszöntöttek lakosokat, kiknek saját egészségük megőrzése mellett közös és nemes célja az, hogy életeket segítsenek és életeket mentsenek önzetlen odaadásukkal. Pap Róbert, a kalocsai író, pedagógus most elefántot szabadított a porcelánboltra, hiszen új gyermekverses kötete ezt a címet kapta. A napokban megjelent könyvében verseit a magyar szólások és közmondások ihlették. Jobb adni, mint kapni, forrahány borsó, bámul, mint borjú az új kapura, vagy kölcsönkenyér visszajár. Mindenki számára ismerősek lehetnek ezek a sorok, hiszen magyar közmondások. Ezek ihlették Pap Róbert író-pedagógus legújabb gyermekverses kötetét, melyben alkotásai mind egy-egy szóláshoz vagy közmondáshoz kapcsolódnak. 46 darab szólás-közmondás található a kötetben, és ez a 46 szólás-közmondás, ez ilyen picit ilyen mesés, vicces formában van előadva. Néhány címet szeretnék mondani, például Nagy a feje, búsuljon a ló. Vagy aki korán kell, aranyat lel. Utóbbi azért is érdekes, mert nem csupán egy mindenki számára nagyon jól ismert mondás, hanem mert kifejezetten egy személynek íródott. Ezt Gyurta Daninak, úszónknak ajánlottam, ezt a versemet. Ugye ki korán kell, aranyat lel. Tudjuk, hogy hát ő gyerekkora óta nagyon-nagyon szorgalmasan járt le 4-5 óra körül hajnalban edzeni, és ugye hát ez a sok kitartó munka meg is hozta a jutalmát, ugye, mert hát ő olimpia világbajnokunk lett, és hát aranyat lehet, ugye aranyérmeket szerzett vele. De olvashatnak még a gyerekek a hazug emberről és a sánta kutyáról, a kövér lúdról, a kicsi, de erős borsról, az engedő okosról és a szenvedő szamáról, vagy az elefántról, aki a porcelánboltban járt, mely versről a kötet a címét is kapta. Mindig szeretek egy ilyen témaköré vonni verseket, és most emiatt jött ez, hogy én magam is szeretem ezeket, és nagyon-nagyon gazdag a magyar nyelv szólásokban, közmondásokban. Biztos, hogy a világon nincs még egy ilyen nyelv. Amikor kivettem a szólások, közmondások könyvét, hát én nem tudom, több ezer vagy 10 000, nem is tudom hány darab szólás, közmondás volt, és ott ugye néztem a címeket, ott lapozgattam, és akkor ha valamelyikről eszembe jutott valami jó kis téma, akkor azt aláhúztam, megjegyeztem, és akkor ezekből írtam a verseket. A most megjelent kötet a sorban immáron a 6. Az előző könyvben hasonlóan a mostanihoz szintén egy téma köré íródtak a versek, ám abban a vicceket szedte az író rímekbe. Pap Róbertnek határozott tervei vannak a jövőre nézően, hiszen minden évben kiadásra kerül egy verses gyűjteménye. A következő évben egy ilyen vegyes témájú lesz, amiket most írok már, amiről beszéltem az imént, de a 2 év múlva pedig a Kacag Olyancsi 2-es változata fog megjelenni, tehát újabb vicc özönnel fogom elárasztani Kalocsát és környékét. A Kalocsai Szentkereszt Kórház 2017. november 29-e reggelén munkába állította új diagnosztikai gépét, amivel már az első napon délután 2 óráig 8 beteg CT vizsgálatát végezték el. Kalocsai Szentkereszt Kórházban a mai naptól lényegében minden szakrendelő már az új épületben fogadja betegeit. Tegnap az urológia, ma pedig a szemészet foglalta el rendelőjét az új helyen, amivel be is fejeződött az osztályok átépítése. A régi STK épületben csak az egészségfejlesztési iroda és a jelenleg is ott található tüdőgondozó maradt. Sajnos ezeknek a szakmai egységeknek az új épületszámba való beköltözését a rájuk vonatkozó speciális előírások és a területhiány miatt nem tudták megoldani. Az új komplexum megnyitásával gyakorlatilag több évtizedes, ha nem évszázados gyakorlat szűnt meg a kórházban, ami a gyógyítóknak és a gyógyítottaknak is újszerű, szokatlan lesz eleinte, hiszen a betegellátás helye, a betegforgalom irány alapvetően megváltozott. Az átállása a régi sorompós főbejárat is fokozatosan megszűnik.
A szakrendelőket a betegek a jövőben a Kossuth Lajos utca felőli új főbejáraton közelíthetik meg. Az itt található információs pultnál fogadják az érkezőket, ez különösen eleinte jelent majd könnyebbséget, hiszen így személyre szóló tájékoztatást tudnak adni a betegeknek, ki, hol, milyen időpontokban érhető el, mikor vannak a rendelések. Az új épületszám hivatalosan és ünnepélyes átadása a szakmai közönség részére december 4-én hétfőn lesz. Szombaton nyílik Kecelen a 15. országos fazekas kiállítás a Flóra Virág Fesztivál keretein belül. A program főszervezője kalocsai fazekas mesterünk Kovács László. Közel 30 fazekas mester jön el Kecelre a hétvégén az egész ország területéről. Kovács László jelenleg is ott tartózkodik, hiszen hatalmas munka berendezni ezt a tálatot. Már a kezdetekkor is az volt a cél, hogy legyen egy színvonal. Azt a szakmai nívót azt mindenképpen produkálnia kell, ami itt már 15 éve elvárás a pályázattal kapcsolatosan, meg hát egyáltalán olyan kiállító mesterek jönnek ide az ország minden területéről, akik több évtizedes munkásságban van mögöttük. Minden évben van tematika, amire felfűzik ezt a kiállítást. A jubileumi években eltérnek ettől a szokástól. Ilyenkor nincsen tematika, de egyébként van. Ilyenkor általában egy olyan kiállítást csinálok, és olyan anyagot hoz be mindenki, vagy küld be mindenki, amit a legszívesebben csinál, a legközelebb áll a szívéhez. Úgyhogy most ez a 15. évfordulónk, tehát itt most nincsen téma. Egyébként tematikus a kiállítás, különböző témákat szoktunk kitalálni. Olyan témát például, vagy lakásbelső, enteriő, kerámiákból, vagy konkrétabb témák, amikor a világító berendezésekre volt kiírva a pályázat. Minden évben lehet különleges dolgokat látni a fazekas kiállításon. Volt már hatalmas méretű kerti nagy edény, vagy éppen más színvilág egy-egy mester keze nyomán. Mint a korábbi években, most is lesz bemutató. Sánta Mártont lehet meglesni korongozás közben. Be is rendezünk itt a kiállító tér közepén egy ilyen hagyományos technikákkal, lábkoronggal és néhány ilyen hagyományos régi eszközökkel egy fazekas műhelyt, ahol szakmai bemutató van, és minden évben találunk inast, aki itt bemutatózik. Természetesen vásárolni is lehet majd. A fazekas kiállítás hivatalos megnyitója szombaton 15 órakor lesz, de már pénteken is lehet barangolni a szebbnél szebb míves portékák között. Másfél milliárdos pályázati keretet nyitott meg Bogyiszlón tartott ülésén a JETA. A visszajelzések alapján módosították a feltételeket, így például több olyan lehetőség is van, ahol önrészt sem kell vállalnia a településeknek, így egy önkormányzat akár 5 pályázatot is beadhat. Süli János és Lázár János miniszterek látták el kézjegyükkel azt a támogatási szerződést, ami arról szól, hogy a miniszterelnökség 1,5 milliárd forintot bocsát a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány rendelkezésére, hogy az a térség fejlesztését segítse a paksi atomerőmű kapacitás fenntartásával összefüggésben. Külön kormányhatározat foglalkozik ezzel a 1,5 milliárd forintos térségfejlesztési támogatással. Ebben nyilvánvalóan benne van az önök munkája és a miénk is, hogy éveken keresztül olyat tudunk alkotni, amely ma már a kormányzat bizalmát is élvezheti. A kuratórium Bogyiszlón tette közzé aktuális felhívását, amelyben több pozitív változás is van. Idén is lehet pályázni megvalósítás alatt álló nagyobb léptékű pályázatok önrészének részleges kiváltására, életminőség és életbiztonság emelését célzó programokra, épületek energiaracionalizálására, helyi építészeti értékek megóvására. Legfeljebb 5 millió forinttal támogatja az alapítvány tanulmánytervek elkészítését, és maximum 1 millió forint a közösségi rendezvények szervezését, főként kis településeken. Utóbbi két esetben önerőre sincs szükség, illetve egy legfeljebb 15 millió forintos beruházásra is kaphat minden település 100%-os támogatást. Megjelent egy 100%-os intenzitású lehetőség, tehát azok a kis települések, akik viszonylag kevés önerővel rendelkeznek, nekik is van lehetőségük akár 15 millió forintig 100%-os intenzitású pályázatot benyújtani. Ami még nagy újdonság, hogy igyekszünk egy olyan tartaléklistát működtetni, ahol az esetleg megakadó pályázatok helyére egy tartalék pozícióba elő lehet lépni.
azaz a valamilyen ok miatt fel nem használt összeget a forrás hiány miatt tartaléklistára került pályázó kapja meg, ahelyett, hogy vissza kellene utalni. További pozitívum, hogy 6-tal bővült azon településeknek a száma, amelyek a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány jóvoltából támogatáshoz juthatnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel holnap is jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon a kalocsatv.hu-n. További szép estét kívánok, viszontlátásra!